Na, szép napot kívánunk mindenkinek, itt vagyunk szép vízen. El szeretném mondani, hogy szép víz is, nem csík szép víz. Sokan úgy mondják, hogy szép víz, de csík szép víz, de igazából itt vagyunk szép vízen, ahol Szent László napok kerültek megszervezésre, zajlik, és néhány szó erejéig a főzőverseny zsűriét kérdezném meg, hogy hogyan értékelik ezt az eseményt, ezt a programot. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy beszélgessünk néhány szó erejéig, és elnézést, hogy egy kicsit így a kezemben tartva valószínűleg fog mozogni a képernyő, mert kevés olyan település volt eddig, ahol megszervezték a falunapokat a hagyományos formában, és ha már itt vagyunk Szépvízen, és főzőverseny is volt, talán a megyében az elsők között itt kezdte el a község, ez a község a főzőversenyek szervezését, akkor kérdezzem meg a zsűri tagjait, hogy hogyan értékelik ezt a napot, illetve azt a négy csapatot, akit értékeltek. Ki kezdi? Ali? Majd... Igen? Én tartom. Hát elsősorban én annak örülök, hogy ez a főzőverseny megtörtént. Ugye nem kell mondjam, járványhelyzet van, stb. Egy csomó ellentmondásos rendelkezés, minden, és hogyha félnek vagy tartanak a szervezők egy ilyen eseménynek a szervezésétől, azt is meg lehet érteni. Na de hál' Istennek, hogy Csíkszépvízen van egy nem is bátor, hanem vakmerő polgármester, illetve mögötte egy vakmerő önkormányzati csapat, akik megszervezték, és ugyan nem tucat számra jöttek a csapatok, mindösszesen négy csapatok, beleértve a helyi csapatok is, de én azt mondom, hogy ezek a csapatok, akik eljöttek, ezek mind vakmerők voltak, mert a szabályok és az ellentmondásos szabályok ellenére, illetve annak dacára, vagy azokat betartva eljöttek, részt vettek, jó ételt főztek, mert tényleg, hogy mondjam, tízedek döntöttek a rangsoron, és én úgy láttam, hogy még jól is érezték magukat, mint ahogyan mi is a zsűritársakkal. Szerintem az ízekről, meg a többiekről két zsűritársat hagyom, hogy beszéljen ez alkalommal. Milyen újdonság volt esetleg a főzőversenyen? Hát először az minden csapat nagyon ügyes volt, voltak a kis, de hát most, hogyha dolgozol, akkor tévedhetsz. Én úgy gondolom, hogy ilyen rendezvényeket meg kell tartani, a hagyományokat, a régi ízeket, és próbáljuk a fiatalokat is belevonni, hogy egy kicsit a főzéshez közelebb kerüljenek, mert mostanában nagyon gyors ez a rendelő. De azért az ilyen rendezvények szerintem hozzájárulnak, hogy egy kicsit a fiatalokkal megszeretessük a főzésnek a szépséget. De nem szép ízű vagy, mégis itt vagy a zsűriben. Ezért esetleg szép ízű nélkül vagy. Hát, de ez nem mérvadó véleményem szerint. Falva verseny vagyunk? A csapatok között, nem, vagy a falva között? Az mindig is van, és ez így természetes, és így a jó. Ez egy normális helyzet. Én történetesen a mai nap zsűritagként vettem részt ezen az eseményen, de el kell mondjam azt, hogy a tegnapi nap 125-8 osztályos községbeli gyermeknek főztem kint a Szent László hegyén, Kápolnánál, ami ugyanúgy nagyon jól sikerült, mint a mai nap, de ezt ők kellene elmondják, nem én. Én összességében azt mondom, hogy örülök, hogy ez az rendezvény összejött. Örülök annak, hogy merészkedtek az emberek kijönni, és részt vettek egyáltalán egy ilyen rendezvényen. És remélem, hogy kedvet kapnak más települések is az elkövetkezőbe. Köszönjük szépen! Köszönjük a zsűrinek a munkáját. Itt közben láthatják a
A foci bajnokság zajlik, elég sok olyan program kerül megszervezésre, aminek a keretében, hát bízunk benne, hogy nem csak a szép íziek, hanem nagyon sokan, akik kijönnek más településekről is, hát jól fogják magukat érezni. Polgármester úr, ha ide a napra kiállnál egy kicsit, hogy hozzá, velem együtt egy kicsit, hát beszélgessünk azokkal, akik követnek minket. Mondtad az elején, hogy nem vertétek nagy dobra, de nagyon jól sikerült, és miért gondoltad azt, hogy megtartod a falunapokat, Szent Lászlónapokat? Igazából elmondhatom azt, hogy 2000-ben indítottuk a Szent Lászlónapokat. Ez egy olyan rendezvény sorozat volt, ami évről évre nőtt, gyarapodott, és egyre nagyobb közösséget, egyre nagyobb tömeget mozgatott meg. Ez a Szent László, a szépvíziek, mondjam, a szívecsücske, tehát ebben nőttek fel. A legendát azért mondd el, hogy lett szépvíz. Hát, amikor Szent László... Mi köze van Szent László? Szent László búcsút ülünk, igazából még mielőtt 1902-ben a templomot a Szent Lászlóra szentelték volna fel, már azelőtt Szent László kultusz volt, szép vizet. Ugyanis a legenda szerint a kunokat, amikor Szent László pogány havason leverte, a lovával beugrotott a patakhoz, és mondta, így áll lova, mert ez szép víz. A település innen tartja a nevét. Innen kapta a nevét, és innen tartja a nevét. És akkor azért nem vagytok kicsit szép víz, mert így mondta Szent László. Igazából így mondta, azért nem vagyunk csíkszépvíz, igazából, mert a Kárpát-medencében azért használják az előneveket, mert a nevek, a települések nevei ismétlődnek. Káposztás Szent László, Tekerő Szent László, és nem tudom milyenek vannak. Homorod Szent Márton, Csík Szent Márton, Nyárád vidékén és még a többi helyeken. A kutatások szerint, mert utána néztem, Szépvíz település neve a Kárpát-medencében nem ismétlődik, egyedi. Tehát nem szükség használni az előnevet. Ma még milyen programok lesznek, illetve holnap két Igazából ma este még a községbeli ifjak a karate bemutatót tartnak, utána roll koncert lesz, a fiataloknak egy ilyen koncertműsor, holnap dísztanácsülést tartunk, majd a Szent László szobrunkat megkoszorozzuk, búcsúszent is lesz, és este a helyi népi zenekar fog fellépni, valamint a Hargita népi együttes. Ugye most itt, ahogy láthatják, ez egy olyan udvar, amit én úgy tanultam meg, amikor elkezdtem a politikai karrieremet, hogy a kaszinókkal hol vagyunk most. És itt ezt a pályát is, ami mögöttünk van, mondd el, hogy hogy igazából ezt a szépvíziek valóban úgy ismerik, hogy a kaszinókert, amikor 2000 előtt ide kerültem, akkor a régi örmény kaszinó, a mai kultúrotthon épülete és területe volt, azután megvásároltuk a mellette lévő épületet, megvásároltuk a mellette lévő területet, majd ezt az egészet... És hátul van kistázok, és nem vagy? Hátul gazdasági épületeket vásároltunk meg, valóban így van, és egy több mint 2,5 hektár 2 hektár 67 ár területet csatoltunk össze, ahova egy ilyen ifjúság és szabadidő parkot alakítunk ki. Itt meg is állhatunk, részben, közben próbálom körben mutatni. De nyugodtan mondjad. Amit részben ki is alakítottunk, tehát a
régi kultúrház épületét felújítottuk, a megvásárolt régi orvosi rendelő épületét felújítottuk, ahol könyvtárnak, az időseknek, az ifjúsági csoportoknak vannak székhelyeik, valamint játszóteret alakítottunk ki, itt a tekepályát kibővítettük, és a sportolóknak a teke ugye az népiesebb nyelven a kugli, már szép izen, tudni kell azt, hogy több kuglipálya volt, tehát nagy hagyománya van, mindenki tudott kuglizni, és most is pillanatnyilag 8 csapatunk van, akikkel rendszeresen vetélkedünk. És kérdeztem is tennap tőled, hogy ide épült valamit, ami most közben mutogatok, tehát hogy tehát azt kell tudni Ferenc Tibor polgármester úrról, hogy nagyon, nagyon igényes. Tehát azon polgármesterek egyike, aki tökéletességre törekszik, és azt meg is kéri. És itt korábban épült, ugye volt egy kisebb tornaterem, és ma ezt eltakartátok ezzel az épülettel, hogy igen, minden bein, hát legyen. Annak idején volt ez a kormányprogram a tornatermekkel, ezek az úgynevezett bádogépületek, amit mi is kaptunk, és eldicsekedhetem, hogy elsőként, tehát ez volt az első tornaterem, amit Borbély László miniszter úr felavatott, jóvá hagyott és felavatott. Ezt most eltakartuk ezzel az impozáns épülettel, tehát egységesítve ezt a teret. Még itt ezen a téren még valamilyen fejlesztés? Ugye a focipálya mennyi? 1,6 méter volt a szintkülönbség? Igen, a focipályán 1,62 cm szintkülönbség volt, azt most szintbe hoztuk, öntözéses pályát építettünk meg, de hangsúlyozom, hogy ez a fejlesztést tovább folytatjuk, tehát a meglévő több mint 1 hektáros területen még különböző pályákat fogunk építeni, gondolok itt teniszpályára, minifocipályára, kosárlabdapályára, biciklipályára, futópályára, és még hokipályát is fogunk építeni. No, azt nem is mondtad még nekem is. Köszönöm szépen polgármester úrnak, hát eredményes és mindenben teli búcsús, illetve mindezt a ti segítségetekkel is. Köszönöm szépen, Tibor. Én köszönöm. És hát akkor mindenkit hívunk ma este rockkoncertre, az hánytól lesz? 8 órától. Csahargita együttes. Holnap szintén 8 órától. Tehát ma este 8 óra, holnap este 8 óra, és nézzék meg azt, hogy hogyan lehet kiépíteni egy olyan közösségi teret, amire méltón büszke lehet egy egész község, nem csak egy falu, de nem csak a község, hanem én azt gondolom, hogy egész Csík, mert az, ami itt Szépízen, ezen a téren, a kaszinókertben megvalósult, sok idegességgel, sok munkával, sok kínlódással, erről majd akár írhatna egy könyvet is a polgármester úr, de itt van, megvan, és látják jól, hogy a gyerekek, fiatalok használják, élet van itt, és Szépíz egy otthonos falu, egy otthonos község. Viszontlátásra!